jellegű versenyek, ahol a szakma legjelesebb képviselői megmérettetették magukat, mindig nagyon fontosak, hiszen ráirányítják a figyelmet a nagyobb, szélesebb közönségnek arra, hogy milyen kiváló szakemberek működnek egy-egy szakmában. Agrárgépészet vonalán ezt azért adjuk fontosnak, hiszen a mezőgépészet az egyik hajtómotorja az agráriumnak, a mezőgazdaságnak, és ezért rendkívül fontos, hogy lássák, hogy milyen komoly és jó szakemberek vannak egy-egy ilyen szakmában. Ahogy láttuk, minden jelölt alkalmas lehet a győzelemre, hiszen magas felkészültségűek szakmájukban igényesek és komoly ismeretekkel rendelkeznek. A társadalmi szerepvállalásuk is jelentős. Egyik oldalról közvetlenül a környezetükre vannak hatással, ahol élnek, ott segítik a közösséget. Másik oldalról pedig nagyon fontos szerepet játszanak mindegyikük abban, hogy a szakmát megszerettessék a fiatalokkal, és ezzel a szakmai utánpótlásban is szerepet vállalhatnak, hiszen rendkívül fontos, hogy egy olyan rendkívül fejlődő ágazatban, mint a mezőgépészet, a szakmai utánpótlás megfelelő szakmai ismeretekkel biztosított legyen. Az év agrárembere program, illetve ezen belül az agrárgépészet kategória nagyon jól összhangban és egymást erősíti a mezőgazdasági eszköz és gépforgalmazók országos szövetség által indított Legyél te is mezőgépész programmal. Mind a kettő ráirányítja a figyelmet a fiataloknak arra, hogy a mezőgépészet az egy rendkívül fejlődő és sokrétű ágazat. Azt láthatjuk, hogy az elmúlt 5 évben talán ezeknek a programoknak a sikerének köszönhetően megduplázódott a mezőgépész szakmára jelentkező fiatalok száma, ami egy rendkívül jó eredménynek mondható.